Egyedüli képviselőként nem szavaztam meg Miskolc város közbiztonságáról szóló rendőrségi beszámolót a legutóbbi testületi ülésen. Mind a Fidesz, mind pedig a balliberális pártok a Jobbikkal együtt közösen támogatták ennek az elfogadását. Azt gondolom, hogy ez hatalmas hiba, hiszen ezzel gyakorlatilag Pintér Sándor mondatait támasztjuk alá, aki azt mondta, hogy 2 hét alatt rendet tettek, illetve hogy Magyarországon nincsenek no-go zónák. Akkor pontosan tudjuk, hogy nem ez a valós helyzet. Látjuk azt Miskolcon, hogy a város folyamatosan lyukósodik, másrészt pedig azt is látjuk, hogy a rendőrségnél is komoly problémák vannak, hiszen az alacsony bérek miatt egyre inkább hallani azt, hogy többen fognak leszerelni a rendőrségtől. Éppen ezért azt gondolom, hogy hiba volt megszavazni ezt a beszámolót. Hiba volt a városvezetés részéről 2020 elején megszüntetni, vagy ahogy ők mondják, szüneteltetni a lovas mezőrségnek a fenntartását, amelynek egyébként a folyamatos fenntartás érdekében én 2020 elején módosító indítványt nyújtottam be. Igaz, hogy azóta ugyan újraindult, de mindösszesen csak 2 fővel. Az is furcsa, hogy a város folyamatosan pénzhiányra hivatkozik ebben a kérdésben, hiszen közben lyukóvölgy felzárkóztatására 200 millió forintot költenek el. A Mi Hazánk mozgalom álláspontja nagyon egyértelmű ezekben a kérdésekben. Azt gondoljuk, hogy be kell fejezni a felesleges integrációs pénzszórásokat. Ezt a 200 millió forintot lehetne akár a rendvédelemben, akár a gyermekvédelemben dolgozóknak a bérfejlesztésére fordítani. Azt pedig azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy a város rendészeti beszámolóját nem lett volna szabad megszavazni, hiszen ezzel tiltakozott volna a város közössége, felhívtuk volna a figyelmet, a kormány figyelmét arra, hogy bizony egyáltalán nincs rend, és egyben nyomást gyakorolhattunk volna a Pintér Sándor vezette kormányzati szervekre.